és ez alapján pedig meg tudjuk mozgatni. Robotok építését és programozását tanulhatják az Óbudai Egyetem egyik laborjában a hallgatók. Az intézményben több hasonló helyiség is rendelkezésre áll a fiatalok gyakorlati képzéséhez. Az intézmény tervezi ezek kibővítését, tudományos és innovációs parkok létrehozásával. Ez most meg is valósulhat. 340 milliárd forintnyi pályázat indul el. Hankó Balázs államtitkár bejelentette, hogy idén is folytatódik a Neumann János program, melynek pályázati keretösszege 340 milliárd forint. Ezt az egyetemek tudományos és innovációs parkok létrehozására fordíthatják. Mint fogalmazott, nem más a cél, mint hogy az olyan városokban, mint Székesfehérvár, összekapcsolják az erős ipart, a növekvő gazdaságot, a bővülő tudáskincset és a kiváló szakképzési lehetőségeket. Magyarország a világon az ötödik a gyártási csúcstechnológiában. No, ez a csúcstechnológia tud tovább fejlődni akkor, ha meghatározott jó science parkjaink lesznek, erős versenyképes egyetemeink, amely modellváltással új struktúrában a térség érdekeiért dolgozik, és egy megerősülő szakképzésünk, amely Európa bajnok, arra törekszünk, hogy 2030-ra legyen pedig világbajnok. Cserpalkovics András polgármester, a Rudolf Kálmán Óbudai Egyetemért Alapítvány kuratórium elnöke kijelentette, hogy az Óbudai Egyetem pályázni kíván, mert az élenjárója kíván lenni ezen parkok létesítésének, hiszen ezek révén tovább fejlődhet az intézmény. Az elméleti és a gyakorlati tudást lehet összehozni ebben a struktúrában, úgy, hogy ott a tudományos eredményeket is lehet erősíteni, és mellette pedig annak a gyakorlati felhasználását is, mondjuk úgy, hogy rögtön élesbe ki lehet próbálni. Együttműködést kíván az egyetem, a város, a vállalatok, gazdasági szereplők, szakképzés, köznevelési rendszer, iskolák között. Az Óbudai Egyetem Zsámbék, Kaposvár és Székesfehérvár helyszínekkel venne részt a pályázatban, az összegből pedig innovációs terek épülnének és a kutatási infrastruktúrát alakítanák ki. Innovációs tereknek a felépítésre használnánk, de a nagyobbik részét, azt elsősorban viszont a kutatási infrastruktúra és gyakorlatilag azoknak az innováció menedzsment utaknak a beindítására szeretnénk megvalósítani, ami nem csak az innováció létrehozását serkenti, hanem egyébként szolgáltatásokat is nyújt a teljes társadalom és esetlegesen a teljes közép-kelet-európai térség irányába, hogy olyan jellegű oktatási elképzelésekkel bérbeadjuk azt a szaktudást, amin keresztül egyébként mi felépítettük ezeket a lehetőségeket. A pályázatot a felsőoktatási intézményeknek kell benyújtaniuk május 24-ig, az iparból érkező partnerek együttműködési szándéknyilatkozataival megerősítve.